Ne látom, Ahogy állunk, te meg én, akár a többi fej leszegve, egy némat tömeg közepén, ebből elég fordulok feléd, és a szám egy dalba kezd, te is belépsz, a kezdet nehéz, de egyre többen fújjuk ezt. Hogy a, gonosz, hogy a gonosz csak addig erős, végül, amíg, a jók, amíg a jók tétlenek. Végül, csak annyi kell, végül, hogy vége legyen, végül, hogy higgyék el végül, az, az ember. szemek, ébred a tömeg. Ez nem is álom, nem látom más, mert szól az dalunk, és együtt vagyunk. Erőnk a közös lázadás. Hiába üvölt, hiába vonul, hiába harag, a gyűlölet. Mi most együtt összefogunk, és véget ér az őrület. Megvan az, az erő, hogy rendbe tegyük, víz szétcsapott, szétcsapot, szétcsapot, pár bébolyóra, szétcsapot, szétcsapot, tenger, tenger ha renk, ha a, a fölül, a fölül a de írva van, van a víz Hát szervusztok! Elérkeztünk a Demokrácia kurzuson második előadásához, és remélem, hogy ma is fogok tudni olyan dolgokat mondani nektek, olyan novumokat, talán olyan megközelítést, amit eddig mástól nem hallottatok. Szeretném bizonyítani nektek, hogy ha nagyon sok emberben sikerül kialakítani azt a közös gondolkodást, hogy arra koncentráljunk, hogy Magyarországot meg kell szabadítani az Orbáni bűnszövetkezet vezetése alól, akkor arra kell koncentrálni, annak kell a megoldását megkeresni, és ebben az első lépésben nem lehet megoldani mindent mert nem mindenki lát mindent ugyanúgy. Több százezren, talán több millióan, az, hogy valami nincs rendben, az országot ma nem lehet versenyképesíteni, nem lehet a gödörből kihúzni, csak egyre mélyebbre és mélyebbre megyünk, ezt milliók tudják, ezt milliók látják. De minden kérdést, amit majd egy új demokratikus jogállamisági elv alapján, egy demokrácia helyreállítása után fog a társadalom Tudni megoldani, abban nagyon sokféle megoldási lehetőség van, és a nagyon sok embernek eltérő megoldási gondolatai vannak, esetleg eltérő érdekei. Ezeket nem lehet az orbáni rendszer alatt, vagy a leváltásával azonos pillanatban mindegyiket megoldani, mert megosztaná az embereket. A mai előadásban majd arra szeretnék rámutatni, hogy körülbelül hogy lehet belőni, hogy, már, hogy Orbán Viktor mikor döntötte el, hogy kivezeti, mert nem tehet mást Magyarországot az Európai Unióból. De nem azért nem tehet más, mert má, nem lehetne más a magyar társadalom érdeke, ez a magyar társadalom egyik rettenete, hanem Orbán Viktor érdeke, az Orbáni rendszer érdeke. Ő ugyanis nem tud tovább működni az Európai Unió keretein belül, és tudja ő is, hogy már nem is sok ideje van. Ezért egy nagyon intenzív folyamatot kell megvalósítania, hogy reális esélye legyen a hatalmával visszaélve Magyarországot elszakítani az Európai Uniótól. Mielőtt a mai előadás lényegi részének a kifejtéséhez jutnánk, tehát a második előadás lényegéről beszélnünk, egy picit, minden alkalommal vissza kell idéznünk az előző előadások, ebben az esetben még csak egy előadás volt alatta, hogy akkor mit tanultunk, mert ezek az előadások bizony egymásra épülnek. Az előző előadásban szerettem volna nektek mindenképpen bemutatni, igazolni és egyfajta gondolkodásmódot mutatni rá, hogy a hatalom, az önkényuralmi hatalom legnagyobb félelme az, hogy az emberek valós tudással fognak rendelkezni. Az, hogy felkészült tudás birtokában fogják felismerni a társadalomban a saját érdekeiket és a társadalom érdekeit. Hogy egy felkészült tudás és valós információ közepette fognak gondolkodni. A valós információk terjedése egy önkény uralkodó számára, egy maffia vezér, egy bűnszövetkezeti vezet, vezér, a legfőbb testvér az atya, a szekta vezető számára, ha gondolkodol, és az információk elterjednek, méghozzá a valós információk, az annak a rendszernek a végét jelenti. Ettől tart Orbán Viktor is, de Orbán a nyolc év alatt arra készült, hogyha bármikor is, de hatalmat visszaszerzi, akkor tudja, hogy mit kell tennie. Meg kell erősítenie, végtelenül meg kell erősítenie a gazdasági hatalmát, de ennél is fontosabb, hogy el kell foglalnia az információs felületeket. Köznyelven jobban értjük, hogy a média területét. Hogy a médiának nagyon gyorsan a 90-95%-át meg kell szereznie, és ha szükség van rá, akkor a maradékot is el kell pusztítania hogy úgy gondolta az elején, hogy mondjuk még egy klubrádió belefér. Mert először mindig csak a frekvenciát vette föl el. Nem azért, mert nem érdekelte az embereket, hanem csak szűkítette a területet, ahol a klubrádiót el lehet érni. De még a végén azt mondta, hogy ez is sok. Érzékelte, hogy túl sok emberhez jutnak el egyfajta hiteles információk. Ezért megszüntette a földi sugázás lehetőségét a klubrádiónak. Nem volt benne sikeres, mert én azt kapasztalom, saját magam is gyakorlom, hogy a rádiónak a hallgatottsága ma magasabb, mint amikor a földi frekvenciáját elvették, és szabadabb a működése, mert nem tartozik a médiahatóság irányítása alatt. Tehát összegezve legyőzhetetlen félelme van egy önkény urami vezetőnek attól, hogy az általa befolyásolt társadalom képessé válhat a saját érdekeinek, a megismerésére, mert eljutnak hozzá az információk, és a saját érdekeit felismeri, az, a társadalmi csoport a társadalom érdekeit felismeri, és ennek megfelelően fog cselekedni. Sőt, amitől legjobban retteg, hogy felismeri azt a metodikát, azt a taktikát, amivel az önkönnyűrömi vezető a hatalmát biztosítja. Mert ha felismertem, akkor az eszközét is meg tudom találni, hogy ezt a taktikát visszaverjem. Hát ennek a taktikának az egyik eleméről fog most szólni a mai előadás. A mai előadásban csak nagyon röviden akarok, szeretnék arra kitérni, hogy 2010 és mondjuk 2016 között Orbán Viktornak mi volt a taktikája. 2010-ben Orbán Viktor, és ez 2016-ig talán igaz volt, azt tapasztalta, hogy tehetetlen az Európai Unió rendszere, ugyanakkor rengeteg pénzhoz. Tehát szabadon alakította a nemzeti jogot, a magyar társadalomnak minden pozíciójának az elfoglalását. Gyakorlatilag az összes demokratikus ellensúlynak, azoknak a hatalmi szervezeteknek, vagy hatósági szervezeteknek az elfoglalásával, amelyek Azoknak a törvényeknek a védelmére hivatottak, hogy Magyarországon egy demokratikus jogállam működjön. A magyar nemzet a demokrácia útján haladjon továbbra is, úgy, mint a fejlett világ általában. Ezért Orbán Viktor először ezt a területet foglalta el, és egyébként írdatlan mélységű pénz, korrupciós pénzt ellopására kialakította a NEL szervezetét szép sorban saját, ha úgy tetszik, állami ellenőrzés alá vette, ahol ugye már minden hatalmi ágat ő ellenőrzött, az ősz embereit nevezte ki valamennyi területen. Közben írdatlan mennyiségű közpénzt harácsolt el, foglalt el, és attól hihetetlen nagy gazdasági átteret alakított ki. Ugye a legjövedelmezőbb teretekkel kezdtük. Hát, nem a legszebb dolog, de hát a, a dohányzás ugye az rengeteg jövedelmet hoz. A dohányiparban rengeteg jövedelem van. Elfoglalta a dohány nagy kereskedelmet és a kiskereskedelmet. Hát a szerencsejáték területén is igen nagy ö, ö, pénzek forognak. Ja, szépen ezért Orbán Viktor ezt is előbb államosította, majd a saját NER rendszerében illesztette, hol ott már a jövedelemmel ő rendelkezett, és a teljes felügyeletét is ugye maga alá látta. Gyorsan fölismert, tehát ez azért a közgazdaság iskola leg, nem a legmagasabb foka, hogy az idegenforgalom az egyik kitörési pontja a magyar gazdaságnak. Orbán Viktor a turisztikai alapon keresztül, ezt teszi azóta is, 10 és 10 milliárdokkal hozza versenyerőny helyzetbe azokat a szállodákat, panziókat, éttermeket, turisztikai létesítményeket, turisztikai infrastruktúrát, kitkötőt, a Balaton partját. csak hogy értsünk alatt, az ottani építkezéseket, az üdülőépítkezéseket, építkezéseket, azokat olyan versenyelőnybe hozza, hiszen vissza nem támogatások, 10 és 10, inkább 100 és száz milliárdjait juttatja el ezeken a tereteken. Ez nem csak azt jelenteni, jelent, jelenti, hogy óriási pénzeszközökkel tud fölvásárolni, hanem azt is jelenti, hogy a versenytársakat, azok a szereplők, nem a bűnszervezet szereplői, azokat a piacról ki tudják szorítani, mert őnekik a költségeket meg kell téríteniük. Míg a bűnszervezet által finanszírozott uh, uh, turisztikai létesítmények, uh, azoknak sokkal kevesebb ráforítás kell a bevételeikből megtéríteniük. Tehát Orbán Viktor 2016-ig alapvetően erre koncentrált, mert az Európai Unióban ugyan megszólták, az elemi parlamentben néha-néha volt vele szemben, vagy Lengyelországgal szemben volt felszólalás, de intézkedéseket nem hoztak. A pénzek jöttek, lopni lehetett. Azt a néhány esetet, amikor az Európai Uniónak korrupciális ügynöksége az Olaf az európai pénzek kapcsán megtalált, például Orbán Viktor vejét, és átadta a magyar ügynökségnek, hogy bűnszövetkezetben élt vissza és volt korrupciója az európai uniós pénzek felhasználásával, akkor Európa, Orbán Viktor azt mondta, hogy semmi gond, az ügyészségünk nem fog velük szemben váltott emelni. Kettő, az uniónak közpénzből visszafizetjük az uniós támogatást, és az akkori rendszer szerint az Olaf csak azt ellenőrizhette, amelyben volt uniós pénz. Tehát innentől kezdve az unió kívül került ezen a rendszeren. Tehát ahol lebukott, azt visszafizette közpénzből, tehát a mi pénzeinkből, visszafizette, ezáltal ott ellenőrzés képtelenné tette az Európai Uniót. 2016-ban azonban rendkívüli módon felerősödött az Európai Unióban annak a követelménye, hogy találjon rá az Unió megoldást, hogy Orbán Viktor, illetve a lengyel hatalom ilyeneket ne tehessen kénytelen legyen valamilyen szinten, nem is alacsony szinten az európai jogállamisági értékeket, ahogy azt egyébként az alapszerződésben vállalta, csak szankció nem volt rajta, hogy mi van, ha nem tartja be, hogy azokra rá tudja kényszeríteni. Erre kitalálták, hogy a pénzügyi forrást, hogy akkor a pénzügyi szórást kell visszavonni. Na de azért az Európai Unió nem egy gyors szervezet, és bár ezt a feladatot az Európai Unió Bizottsága megkapta, hát elég hosszan építették ki. Orbán Viktor ezért 2016-ban még nem volt annyira ideges, de már látta az új feladatot. És egyre erőteljesebben a legfelső szinten, az értelmiségi szint legfelsőbb szintjén, a CEUN, a Közép-Európai Egyetemen, ami Soros e, György alapított Magyarországon, és amiért mindenfajta... E, Köszönetet mondott neki Orbán Viktor, sőt a NERF-szervezetnek a döntő többsége, hogy megfelelő végzettséget tudjon mutatni ezen az egyetemen szerzett diplomát, de közben ez az egyetem valóban egy nagyon magas színvonalú egyetemén nőtte ki magát. Orbán Viktornak, ugye az első eladás elhangzott, ez nagyon komoly gátat jelentett. Ezért eldöntötte, hogy ennek az egyetemnek távoznia kell. Na de mögötte? a magyar társadalom költségvetésével versenyképes nagyságú tőkével rendelkező Soros György járt. Ezért 2016-ban elindult a Soros kampány. Ugye a top Soros. A magyar közpénzekből idehaza 10 és 10, majd 100 milliárdokat fordítottak arra, hogy Soros György tevékenységét befeketítse a magyar társadalom előtt, hogy megtámadja majd rájött arra, hogy ugye Soros Györgyöt a magyarországi kampányokban tudja gátolni, Soros György viszont az ő kampányát közpénzekből nem tudja gátolni. Ezért itt erőfölényre teltet szert. És amikor elég erősnek érezte már magát, akkor jogot is alkotott. És minden nemzetközi joggal ellentétes módon nem tartom ebbe az előadásba, osszam föl, hiszen önálló előadást is éreztek, elérte hogy az, a Magyarország akkor nemzetközi összehasonlításában első számú egyeteme, az közép-európai egyetem, a CEU-nak el kellett hagyni a Magyarországot. Azért, hogy ez nem csak állítás, hogy Magyarországon akkor nemzetközileg ez a legelfogadottabb egyetem lett, arra egy nagyon kis kitérővel szeretnék egyfajta igazolást is adni nektek, hiszen nem valahova nem megszűnt az egyetem, hanem ide a szomszédba, Ausztriába ment az osztrák egyetemek nem alacsony színvonalak. Az osztrák közoktatás nagyon magas színvonalú. Az osztrák nép jóléti állam Európában az egyik legmagasabb, és a jóléti államban az oktatás egy kiemelt szerepet tölt be. Mégis egy-két éven belül Ausztriában elismerik az ottani nyilvántartásoknak, a hivatalos nyilvántartásokban, egy vagy két, két év után a CEU, Ausztria harmadik legelismertebb egyetemenet, és ha jól tudom, akkor a tavalyi évben már a második helyre emelkedett ki. Tehát az ország oktatási rendszerben is bizonyított ez az egyetem, hogy a költözése a sok zavar ellenére valóban olyan szintű oktatási rendszert alakított ki, amely Ausztriámak és a világnak nagyon sok hasznot hoz, Magyarországot meg megfosztotta az egyik legerőteljesebb vagy a legteljesebb vagy a legerősebb tudásközpontjától. Ugye erről szólt 2016 és 2017 is. 2017-ben azonban Orbán Viktor felismerte, hogy elő, egyre jobban előre hadadott állapotba kerül a jogállamisági elv, és ez előbb-utóbb sikerre fog menni, egyébként igaza is lett. És ezért akkor még csak párhuzamosan, de 2000 2017-ben már egy 4-5 milliárd forintos nagyságrendet fordított az, az év első felében a Brüsszel elleni kampányra. Ezt látjátok a képen, ugye, és egy állítsuk meg Brüsszelt. Úgyhogy 2017-ben elindította a Brüsszel elleni kampányt, de ekkor már egyfajta tudatossággal. Már egyre jobban tudta, hogy Magyarországot, ha ő Magyarországon a hatalmát meg akarja tartani, előbb-utóbb az Európai Unióból ki kell lépnie. Na nem könnyen adta meg magát, nem könnyen adta meg magát, tehát az EU törekvését jól látta, és az Európai Unió megalkotta azt a rendeletet, amit az Unióban döntő többséget kapott, amelynek az volt a, az volt a tartalma, hogy az Európai Unió valamennyi forrását Amiben Európai Uniós pénz van, különösen a támogatásokat, de valamennyi forrása esetében a jogállamisággal azoknak a finanszírozását összeköse, méghozzá azt a jogi elvet találta ki az Európai Unió, erre a megközítése, hogy nem lehet az Európai Unió forrásait rossz célokra használni. Márpedig, ha valaki valamely államban a pénzeknek a hátteréből gazdagodik mondjuk egy maffia szervezet, mint Magyarországon, vagy egy, egy önkényuralmi rendszer, mint Lengyelországban, megakadályozva meg, meg akadályozva a jogállamiságnak a működését, akkor ezek a források azoknak a hatalmi ágaknak, az éppen hatalma gyakorlóknak a hatalmát erősítik meg, márpedig az uniós pénzeket az uniós alapértékekkel szemben nem lehet felhasználni. Végül Orbán Viktor és a lengyel államfő is kénytelen volt belemenni, hogy ezt a rendeletet megalkossák, és 2021. január 1-ével hatályba is léptes, léptessék, de akkor még Orbán és a lengyel elnök úgy döntött, vagy úgy érezte, hogy sikerült olyan elemeket beépíteni ebben a, ebben a rendszerben, amit ők az Európai Unió Bíróságán meg fogják, meg fogják tudni vétozni, hogy ez alapszerződéssel nincs összhangban ez a rendelet. Yeah, Széve. Tehát beletették, hogy ez csak az Európai Unióban és csak az Európai Uniós pénzek tekintetében legyenek, és hogyha az Európai Uniós pénzek tekintetében van, akkor legfeljebb majd Magyarország, Lengyelország olyan projektekre fogja felhasználni, amelyet nem látványosan lopál az Orbáni rendszer, de hát a magyar közpénzekből akkor több marad, hogyha mást finanszírozott az európai pénzekből, és a magyar közpénzekből több marad meg ezen a, ebben a rendszerben, ugye, és akkor a magyar közpénzekből tud több, többet lopni. Ezért kiharcolták, hogy ezt az Európai Uniós rendeltet annak ellenére, hogy jóvá hagyták, az Európai Unió bíróságán megtámadják. Meg is támadták. És itthon minden propaganda eszközzel elmondták, hogy meg fog bukni az Európai Unió ezen rendelete, mert igazságtalan, mert méntártalan, mert ilyet nem lehet, meg a pénzek járnak nekünk, meg a nemzeti dolgainkban nem avatkozhatnak be, nem a nemzeti dolgainkban szóltak, szóltak bele, hanem abban, hogy amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor egy szerződést kötöttünk az Európai Unió többi tagállamával, és abban olyan jogállami értékeket fogadtunk el, amelyben azt mondtuk, hogy ez az érték nem változtatható meg a tagságunk alatt. Nem tudom, hogy már hány, de hát -e 5-10-15 per de került az Európai Unió Bíróságán, amelyben a magyar állam, az igazságügyminiszterünk, az igazságügyminiszter asszonyunk azt mondta, hogy ezt egészen biztosan meg fogjuk nyerni. Magyarország még mindig veszített, mert még mindig nem tanulták meg, hogy a jog az évszázadok alatt alakult ki. Évszázadok alatt. A demokratikus jog évszázadok alatt egy egységes rendszerbe épült fel, és mindig meg lehet találni a jogállamisággal szemben, a rendszerrel szemben lévő gyalázatnak a megbuktatását ezen a jogállami norma rendszeren belül. Úgyhogy az Európai Unió Bírósága 2022. február 16-án ítéletet hirdetett, az iránymutatást is megmondta, hogy hogyan kell azokat az eljárásokat az Uniónak lefolytatni, amely esetében jogszerűen tartja vissza az Unió a pénzeket. Ezeket be lehet tartani, felkészült jogászok esetében, egy bűnszervezet támogatása az biztos, hogy ellenemegy az Európai Unió pénzeinek az érdekeivel. Tehát össze lehet kötni a jogot a pénzzel, és össze is kötik, és ezért nem kap Magyarország forrásokat. Ennek kapcsán azért gyorsan el szeretném mondani, hogy a nemrég aláírt bizonyos megállapodások ugye a források egy a felfüggesztése, más forrásoknak pedig elméletileg a megnyitása, de csak utófinanszírozott megnyitása és azt jelentette, hogy nem fog Magyarország pénzt kapni. Mert ugye Orbán Viktor végig tudta vinni az uniónak, meg el kellett fogadnia, hogyha ő hoz 17, most már 27 olyan törvényt, amely helyreállítja a jogállamiság rendszerét döntő mértékben vagy teljes mértékben helyreálltja Magyarországon, akkor az Unió azt mondja, hogy hát megalkottad ezeket a jogszabályokat, kitisztítottad azokat, amelyek ezt lehetetlenné tették az eddigiekben, és akkor lássuk meg, hogy ez fog-e működni. Orbán Viktornak ez most nagyon nem tetszik, de már amúgy is tudja, hogy ez már soha nem fog neki tetszeni. Mert onnantól, hogy ezt utólag nézik meg, onnantól nem működik az Orbáni rendszernek az a része, ami 2010 óta működik. Magyarország alaptörvényét is ennek szellemében készítették el, amely azt mondja, hogy a legfontosabb európai értékek bekerültek Magyarország alaptörvényébe. Az elfogadás módja nem felelt meg a jognak, de ezen most lépjünk túl, ebben a pillanatban ő van, ez van hatályban. De tartalmazza az uniós jog alapértékeket, mert azt kötelező volt benne meghagyni. Csak Orbán Viktor belevitt olyan elemeket is, amelyek viszont már nem odavalók, és amelyek ellent mondanak az alaptörvényes részeiben, és miután az Alkotmánybíróság hűbérulait is ő alkotja meg, tehát ő nevezte ki az ő legkötelezettjei, ezért mindig tud olyan alaptörvényelemre hivatkozni, amely alátámasztja, amit tesz. Az alkotmánybíróságnak meg ott van a lehetőség, hogy nem veszi észre, hogy ott vannak benne másik olyan elemek, amelyek alapján egyébként meg nem tehetné meg. De az a baj, hogy Orbán Viktor lebukott az Európai Unióval. Az Európai Unió parlamentje nagyon határozottan fogalmazta meg, és ezek után az Európai Unió bizottsága pedig magáévá tette, hogy nézzék meg, hogy a törvényeket, amit a magyar állam vállalása alapján megalkotott, és aminek egyes részeinek a megalkotása még hátra van, be is tartja-e? Na ezt Orbán Viktor nem tudja betartani. Mert ha ezeket a törvényeit Orbán Viktor betartaná, akkor börtönbe kerülne. Ő is, és az ő szervezetének majdnem minden vezetője. Nem az alsó területek, hiszen nagyon-nagyon sok ember van alsó szinten megtévesztve az alsóbb szinteken is nagyon sokan vannak, akik ennek a rendszernek a jogellenes élvezői, ennek a bűnszövetkezeti működésnek a jogellenes élvezői mások kárára. És azért az ő esetükben nem mondanám, hogy a büntetlenség örökre szól. Nem véletlen, hogy már valóban volt 2022. április 3-án a választásokon, Orbán Viktornak több százezer, az én akkori becsléseim szerint egy 5-700 ezer olyan szavazója, amely ugyan tudta, hogy Orbán Viktor és a szervezete egy nagy gazember, de azt is tudta, hogy részesedik ebből a gazságból, és erre neki szüksége van, illetve a bukásuk esetén megszűnnek a forrásaik. Esetleg még elveszítenek vagyoni elemeiket is, amit vissza kell adniuk. Ezért már voltak érdekszavazói, 5-700 ezeren, na nem 3 millióan, Hát közülük azért most egy jó páran, már körülbelül 6-800 ezeren elveszítették a bizalmukat. Nem mondom, hogy az ellenzékhez visszapártoltak, mert nem találják azokat az információs felületeket, ahol az ellenzéki megszólalásokat, amelyek nem is mindig tökéletesek, felismerhetnék belőle, hogy például nem az ellenzék viszi háborúba Magyarországot, és nem az ellenzék háború párti Orbán meg békepárti, hanem Orbán a háború párti hiszen egy agresszor mellé állt. És agresszor mellé állítottam Magyarországot. És ha agresszor mellett, mellett áll Magyarország, és a világ, fejlett világ, legalább 10-15 szörös katonai fölényel, legalább 50% szoros pénzügyi fölénnyel ezt az agresszort meg fogja buktatni. Oroszország, mint agresszor, el fogja veszíteni az ukrajna elleni háborút ez gyakorlatilag egészen biztos, szanájtató. És hova álltunk ismét, egy gazember hova állította Magyarországot ismét a vesztes oldalára. Ezért ebben a pillanatban, ha a háború időszak alatt nem sikerül kifarolnunk, Orbán Viktorral nem fog sikerülni, akkor megint a vesztes oldalán leszünk a háború befejezésekor, Oroszországgal együtt, és óriási veszteségeket fogunk elszenvedni, magával a vesztés időszakában, szenvedünk el már ma is, és fogunk elszenvedni e, utána is. Ezért Orbán Viktor tehát nem lát más megoldás, miután ha betartaná ezeket a törvényeket, akkor börtönbe kerülne a saját törvényeit, amit most megalkotott. Ha nem tartja be, akkor pedig a valóságban nem fog pénz jönni Magyarországra, ezért Orbán Viktor semmi más nem csinált most, és tudta, hogy nem csinál mást, mint időt nyert. Mire van idő, miért van szüksége? Mert Orbán Viktor már több évvel ezelőtt, mondom, a finom indítás 2016-17-re datálható, talán 17-re inkább, de 2019-től Orbán Viktor is és én is, ezt a mindenhol hangoztattam 2019-ben, 20-ban, 21-ben is, hogy Orbán Viktor nem az unióba való kivezetésre készül, vagy hogy a végének az lesz az eredménye az unióból kilépteti Magyarországot, hanem Orbán Viktor tudatosan játsza azt az őrült sakvá, sakjátszmáját, hogy elérhesse, hogy Magyarországot ki tudja vezetni az Európai Unióból. Tehát ő egy aktív tevékenységet folytat, 2019-2020-tól már egészen biztosan, rengeteg elemében bizonyíthatóan. Ennek az őrült szakmátságának egyszerű oka van. A magyar társadalom, hát az hosszú lenne most történelmek elemezni, de talán a sok vesztes csata után úgy érezte a magyar társadalom, hogy az Európai Unió államai közül Magyarországon volt az uniónak a legnagyobb támogatottsága. A legnagyobb. Tehát az alapító országokat képest is a legnagyobb, nemhogy a csatlakozó országok területén, a társadalomban, az állampolgárokban. Ezen a területen az Orbán Viktor által megvezetettek esetében is igaz. Ezért, ha ő 2020-ban mondjuk az egészségügyi vészhelyzet tekintetében, rendeleti kormányzással, hiszen a rendeletét jogellenesen, az egészségügyi vészhelyzetet számtalan olyan kérdésre használta föl, amely alkotmányellenes is volt egyben, és semmi köze nem volt az egészségügyi vészhelyzetből adódó jogosítványaihoz. Na de az alkotmánybíróság ezt nyilvánvalóan, akit ő nevezett ki, nem észlelte vagy ha észlelte, akkor hát mélyen hátrafordult, vagy lesütötte a szemét. És ott is tartja most már hosszú, év, hosszú évek óta, ez, egy, ez, ugye ez szerintem egyértelműen a jognak a középszerű ismerői számára is nyilvánvaló, Orbán Viktor számára is nyilvánvaló, de hát ezt az elvárást az alkotmánybírósága szemben ő fogalmazta meg. Tehát Orbán Viktor ennek aktív építője. Ehhez kellett a brüsszeli kampány. Mert mi a megoldás? Orbán Viktor jól ismerte föl, az gát az, hogy az Európai Unió támogatottsága Magyarországon olyan magas, amelyet nem tudná áttörni. Tehát, ha egy rendelette jogilag megtehetné, elindítaná a kiléptítési folyamatot hivatalosan, valószínűleg olyan támogatottságot veszítene, esetleg olyan népharagot váltana ki, amely megbuktatná a hatalmát. Ezért neki előtte az unió támogatottságát kell leépíteni. Erről szól az őrült játszmája. Ez nap mint nap tetten érhető. Ezért olyan kampányokra fordít száz és száz milliárdokat. Összességében szerintem már elérte az ezer milliárdot is, amelyben hazug rágalmakkal azt, azt mutatja be a magyar társadalomban, az óriási információs és média fölényével, nem fölényről beszéltünk, hanem majdnem kizárólagosságról, mert az a 2-3-4 százalék az minimális. És ráadásul amilyen információt az a 2-3-4 százalék eljuttat az állampolgárokhoz, azt a másik 96 nap, mint nap hazudtója, és ebben elbizonytalanítja akár a klubrágyó hallgatóit is. Ezért az ő feladata az, hogy folyamatos mérés mellett rágalmakkal, hamis állításokkal, a társadalom megtévesztésével egyre jobban biz először elbizonytalanítsa az unió támogatóinak jelentős részét, majd kiábrándolások miatt elfogadtassa velük, hogy több a rossz, amit az uniótól kapunk, mint a jó, amit nekünk biztosít, mert hát ugye az, hogy átmehetünk, ott szabadon dolgozhatunk, átléphetünk a határon, nincs határellenőrzés, hozzáférünk olyan juttatásokhoz is, amelyhez egyébként uniós kívüli tagállam nem juthat hozzá. Tehát ugye ezeket a magyar társadalom érzékeli, ezért az, hogy van benne jó, azt nem tudja eltakarni. De azt kell bemizonyítani, hogy sokkal több rossz van benne, ezért az unió rágalmazása vált nagyon fontossá Orbán Viktor számára. De hát ez nem egy egyszerű folyamat, mert ilyen 88% közötti támogatottság volt az unió mellett, ezért Orbán Viktor tudta, hogy ehhez neki idő kell. Van egy olyan mondás, hogy aki időt nyer, életet nyer. Orbán Viktor ezt a saját nevére fordította: hogy aki időt nyer, hatalmat nyer, önkényuralmi hatalmat nyer. Ezért azt a taktikát, őrült taktikát folytatja az Unióban, hogy pávatánccal, amit egyébként nagyon sokszor hallottatok, csak nem ebben az összefüggésben. Pávatánccal ide-oda játszik, keresi a megoldásokat. Például azt mondja, hogy ha nem tudtam kitérni előle, akkor nagyon hosszú időn törvényeket alkotok csak majd nem tartom be. És ha nem tartom be, akkor ez egy megint egy hosszú idei folyamat lesz, ami be tudja bizonyítani az Európai Unió bizottsága, meg a parlamentje, hogy én nem ritkán nem tartom be, nem egy-egy elkülönült esetben nem tartom be, mert akkor azt a forrást visszatartják, hanem rendszer szintűen nem tartom be, soha nem tartom be, ezért az egész forrást kell visszatartani. Ezért ez újabb időket igényel. És Orbán Viktor bizonyos mértékben a siker van ennek, a, ennek az őrült taktikának, hiszen mára már legalább egy 8-10%-kal csökkent az unió támogatottsága Magyarországon, és az unióval szembeni ellenér ugyanennyivel nőtt. Ezért Orbán Viktornak a ráfordított 100 és 100 milliárdja ide nem a sajátja, hanem a tietek, az enyém, a miénk, a közpénz ráfordítása nem eredménytelen. Biztos nem elégedett vele, hogy 2019 20 és 2022 között mondjuk ez csak 10%-kal 10, 10 sikerült, de mindig mondom, a 10% az ilyenkor dupla. Ha a támogatottsága csökken, és ha nem is rögtön fordul mindenki az ellenkező oldalra, tehát hogy elkezdi utálni is, csak nem támogatja, hanem először egy ilyen tartózkodó pozícióval szer kerül, de a csökkenéssel egy időben elkezd növekedni a Azoknak a száma is, vagy aránya is, akik ebben a, akik az Unióval már a kilépés mellett voksolnának egy, 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 szav, egy eh, szavazáson. Már Orbán Viktor népszavazást ez ügyben nem fog tartani, tehát ez nem véletlen, az egész szóval csak azt akarja, hogy a harag ne tudja őt, tehát a harag ne tudja őt elsöpörni. Ezért most még intenzívebben Folytatja. 2022 a legintenzívebb kampány volt, amit az Unióval szemben el lehet képzelni. Orbán és Rogán százmilliárdjai rombolták az EU hitelességét, és relatív, elég magas szinten. Tehát relatív, elég sikeresen. Ez egészen biztos, hogy 2023-ban rendkívül módon erősödni fog. Orbán Viktornak a sakjátszmáját kell folytatnia, nem mást, a taktikáját, a sakkajátszmáját kell folytatnia, ugye azt jelenti, láthatjuk már a jelét is, hogy bár megkötődött a megállapodás, és bár eddig arról szólt, hogy a pedagógusok rendkívüli béremelése, az abból, ebb, ha megkötjük a megállapodást, és az, az unió azt mondja, hogy felszabadítom számodra a pénzek jelentős részét, akkor te nagyon jelentős béremelést fogsz kapni most közölte, hogy ja, hát nem biztos, hogy az elsők között, meg egyébként a pénz még nem jött, remélem, hogy majd szeptemberbe fog jönni, de nem fog jönni szeptemberbe. Azért, vagy az ősszel már itt lesz a pénz, ezért majd akkor fogom tudni. Addig viszont neked csak 20-25%-os januári hónappal induló, vagy 25-28%-os inflációban adok neked 10%-ot, az azt jelenti, hogy az eddig is elképzelhetetlenül megalázó béred 10-15%-kal kevesebbet fog érni, és nem nyúlok hozzá. Ezért minél szélesebb körben a pedagógus társadalomban el fogom fogadtatni, hogy erről az Unió tehet. És egyébként azért nem sikerül. Az, az az tanárok van, ahol minden tanár érzi az ő méltatlan megítélését, hiszen azért nem olyan bonyolult látni, hogy az Unióban az a diplomás átlagbér legalacsonyabb százalékával a magyar diplomás pedagógusok rendelkeznek. Ezt azért szerintem a 99 százaléka átlátja ö, a tanároknak. De legalább a fele a felmérések alapján. A legalább a fele ezért nem Orbán Viktor hibáztatja, hanem Orbán Viktor mellett szavazott, és elhitte, elfogadtatta, belépett az Orbáni szektába, és elfogadtatta, elfogadta azt, hogy erről az Unió tehet. Hát pedig nem kellene olyan őrült nagy tudással rendelkezni az, hogy megértsük, hogy azért nem az Uniótól, kellene más uniós államoktól, egy sikergazdaságnak, gazdaságnak, mint Orbán Viktor mondja a magyar gazdaságot, kellene pénzt kapni arra, hogy a pedagógusokat megfizesse. De ez már nem jut el. Ez az információ, az ilyen kétkedések, a szakembereknek ilyen kétkedései a magyar média terület 97%-án nem jön szóba. Ellenbent naponta többször és folyamatosan szóba jön, hogy Orbán Viktor szeretné adni. Gulyás Gergely, Orbán Viktor mindenek fölött, elkvintér, mindenek fölött elismerni, hogy ez a követelés a tanároknak jogos. De hát pénzünk van, mondja Orbán Viktor, ezer és ezer milliárdjaink vannak ebben a hihetetlen nehéz gazdasági helyzetben, az unióban a mi pénzünk van ott, és azt jogtalanul visszatartják, ezért nem tudom megoldani a te problémádat. Nincsen pénzünk ott. Csak támogatás van ott a fejlettebb területek támogatják a saját maguk által elváltott forrásokból az legalacsonyabb szinten lévő ma Magyarországot. Jól hallottátok? A legalacsonyabb szinten lévő Magyarországot. Ezért kapjuk egyfőre vetítve a legmagasabb uniós támogatást, ha azt nem lopná el Orbán Viktor, és nem arra fordítanám, az ellopás az egyik hiba, tehát amiért az Unió most már fölfüggeszti, a másik, hogy nem, a, nem csak az, hogy ellopja, hanem hogy arra fordítja, hogy megerősítsen egy önkény uralmi rendszert. És ez az, amiről eldöntött az Unió, hogy az Unió pénzeit bűnszervezetre, az uniós állampolgárok jogainak a megfosztására nem lehet felfordítani. Hát Orbán Viktornak ez a tek te taktikája. Kérdés, hogy ki fog nyerni? eldől a király, de kérdés, hogy kié a fehér király? Orbán Viktor fog-e eldőlni? Mert nem lesz elég ideje a magyar társadalmat kiábrándítani az unióból, és az önkényuralmi hatalmával a Magyarországot az unión kívülre vezetnie. A magyar társadalom lesz erősebb, és elzavarja legális, lehetséges, törvényes módon, vagy népharag által. Én a törvényes vódven lett vagyok, de megérte van épp haragot. egy valamilyen módon, ha, ők, ha, ő, ha, az Orbánnak nem tudja végrehajtani az ördögi tervét, tehát az őrült terv helyett lehet, hogy az ördögi terv még jobb lett volna, a kinevezésben nem tudja végrehajtani, mert nem kap rá elég időt, akkor Magyarország és a magyar társadalom fog nyerni évtizedeket veszített már Orbán Viktortól, nagyon hosszú évek fognak kell arra, hogy ezt a veszteséget visszahozzuk, de ne higgyétek, hogy a mélyponton vagyunk. Ha Orbán Viktor marad, akkor még sokkal, de sokkal mélyebbre fogunk süllyedni. Ez az előadássorozat arról szól, hogy rámutasson, hogy meg kell érteni a folyamatokat, meg kell érteni Orbán taktikáját meg kell érteni, hogy mi az, amikor azt látjuk, hogy Orbán Viktor pénzt vár az Európai Uniótól, és közben száz és száz milliárdokat ad, ad Rogán Antalnak, hogy az Európai Uniót bomba, bombatámadásként mutassa be, mi a magyar társadalommal szembeni bomb, bombatámadásként. Hát ezt még a legkisebb, a négy általánossal vidéken élő, a legjózan józan is látni, hogy segítséget kérek, és a, az pénzre van szükségem, és százmilliárdjaim pedig mégiscsak be, kiderül, hogy vannak arra, hogy azt mondjam, hogy akitől kérem a segítséget, az egy gazember. Ezt kell megtanulni ezen az előadás sorozaton, hogy addig gondolkodni, amíg meg nem értitek, hogy mi miért van, mert nem semmiért van, nem véletlenül van. Orbán Viktornak ezek a lépései, buta ember szerintem nem okos ember Orbán Viktor, de nem nagyon buta. Tehát nem annyira buta, hogy mondjuk avval a józan paraszti észel ne rendelkezne, hogy legalább addig csöndbe maradjak, ameddig megkapom a pénzt az Uniótól. Ha nem maradtam csöndbe, annak oka van. Az az oka, hogy Orbán Viktor tudja, hogy nem fogom megkapni a pénzt, mert nem kaphatom meg, mert nem tudok megfelelni a feltételeknek. Most már olyan feltételeket és olyan ellenőrzési rendszert alakított ki az Európai Unió, amelyet már nem tudok átjátszani, és ekkor ezért ki kell lépned, tehát nem ezt az országot az Európai Unióból. Akkor pedig az a leghasznosabb, ha ezer és ez, 100 vagy és 100 milliárdokkal azt mutatom be, hogy jár nekünk a pénz, Meglátjátok, megállapított, megállapodtam az Unióval, mindent megtettem, mondja Navravics Tibor, és mondja Varga Judit, meg Gulyás Gergely, mindent megtettem, Orbán Viktoron kívül mindent megtettem, és látjátok, mégse jön a pénz. Ezek gazemberek. Ebbe az Orbáni üzenedbe beleilleszthető, hogy a pénz várásának, az aláírás előtti várásának a pillanatában is 100 és 100 milliárdokat Fordítok az unió lejáratásához. Mint minden előadás végén, felhívom a figyelmeteket, hogy én egy gondolkodásmódot szeretnék veletek megértetni. A lényeglátás lehetőségét szeretném megértetni, és bár azok az emberek, akiket láttok, akiket én is nap mint nap hallgatok, mert a saját szakteretek kiemelkedő tudorai, azokat is, ha azzal a szemmel, azzal a füllel hallgatjátok, amit én, amit én szándékaim szerint itt szeretnék bennetek a ti gondolkodásmódotokban átültetni, sokkal több mindent fogtok tőlük megérteni. A magyar társadalom 1989-ben és 90-ben bemutatta, hogy hogyan kell egy diktatúrát megdönteni. Valahogy a mai elégedetlen szereplők, akik már fölismerték, hogy Orbán Viktor egy diktatúrát vezet, még nem ütöttek -e idáig. Azért gondolom, hogy ebben az előadássorozatban a végén, a lényeglátás lényegének a végén, ha azt több százezre emberhez eljut, akkor újra megszerezzük azt a szellemi tudást, ami a magyar társadalom számára 1989-ben és 90-ben már rendelkezésre áll. Hívlak titeket, hogy ezt az adást minél többen kövessétek, és én nagyon bízom benne, hogy 50-100... Eszer, de rajtátok múlik, hogy 150 ezer hallgatója lesz már az év végén. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.